reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! Szervusz Balázs! Ja, szia Gergő! Szervusz Balázs! Jelen pillanatban a Gyöngy Tojás Kft. Gyöngyösvalászi tojótelepén vagyunk. Szeretnénk nektek bemutatni a ketreces tojótyúktartást. Most nagy támadás alatt áll ez a technológia. Aki nem járt még ilyen helyen, annak azért ez tanulságos lehet. Bekerülnek az alapanyagok ide, és innentől kezdve legközelebb emberi kéz akkor érinti, amikor a tojás a válogatóról eljön. Ez az automatizált istállónak a kezelőhelysége, innen tudunk mindent és még annál is többet irányítani. Akkor tudjuk elvárni a tyúktól, hogy jól termeljen és a technológia előírásnak megfelelően termeljen, hogyha minden olyat megkap, ami ehhez szükséges. És hogyha végig tekintünk a sorokon, akkor igazából látni, hogy ezeknek a tyúknak megvan a komfortérzetük, hiszen énekelnek. Tehát amikor a tyúk boldog, akkor énekel. Ha tovább megyünk és végignézzük a tojásszalagon, akkor látszik, hogy ez a tyúk termel is. Gyakorlatilag ketrecen belül található az etetés, ketrecen belül található az itatás. Egy végtelenített trágyaszalag van a tyúkok alatt, rögtön szántóföldi felhasználásra kerül a trágya. És ugye a végtermék pedig az, amit itt láthatunk, tehát gyönyörű szépen jön le a tojás az épületből. Ennek a tartásmódnak messze menően kisebb az ökológiai lábnyoma, mint bármely másiknak. A állatoknak a biztonsága érdekében kell lenni egy független áramforrásnak. A madarak észre se veszik, hogy áramszünet van. Ez itt a válogató üzemünk. Egy 20.000 darab per órás kapacitású válogatógéppel végezzük itt a napi szinten a válogatást. Ebben látható pici kis mérlegnyelvek, és ő átlagot vesz, és az átlag alapján ő 15 g pontossággal mondja meg, hogy mekkora az a tojás, megcímkézi a kelyhet, hogy melyik kehelybe fog érkezni, amikor legurult, és megmondja a kehelynek, hogy hova, melyik pozícióba kell ledobni. Ami mindenképpen tanulság ennek a mostani látogatásnak, hogy a tyúkok kényelemérzetére van alapozva minden, tehát alapvetően a tyúk egy nagyon szép visszajelzést ad azzal, hogy mennyire termelékeny, hogy ő jól érzi magát, vagy pedig nem. Azt látom, hogy nagyon boldog tyúkok vannak, úgyhogy gratulálok, és hát remélem nagyon sikeres lesz ez a, mondhatjuk úgy, hogy szinte új beruházás. Köszönjük, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk. Köszönjük.